3-0-ás vereséggel folytatta a bajnoki negyeddöntő küzdelmeit a DKS felnőtt röplabda csapata. Tomanóczi Tibor játékosaira nem várt könnyű összecsapás, ám a nehézségek gyakorlatilag meg is pecsételték az együttes sorsát. A pénzügyőr az első felvonást 25-15-re, a másodikat 10-2-re, míg a harmadikat 25-14-re nyerte, így állt be végül a 3-0-ás végeredmény. Együttesünk még szerdán javíthat a címvédő ellen. A párharcot követően Tomanóczi Tibor értékelte a pályán látottakat. Ez az előző nap, meg az elmúlt időszak azért elég kemény volt itt a fiataloknak, hiszen a keretünk nagy részét ugye utánpótláskorú és juniorkorú játékosok alkotják. Szerencsénkre, szerencsétlenségünkre tegnapra írtak ki egy junior fordulót, ugye, és felkészülni igazán nem nagyon tudtunk erre a mérkőzésre, mert a felnőtt kerettagoknak a 70%-a ott volt a junior fordulón, úgyhogy megpecsételődött a sorsunk. Látszott is, hogy egy-két játékosom nem úgy teljesítette, ahogy szokott, úgyhogy ez ennek köszönhető. Lassabbak voltunk, enerváltabbak voltunk, úgyhogy megérdemelten nyert a pénzügyőr. Hát mindegy, ez van. Dolgozunk tovább, tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de nem akarjuk feladni a mérkőzést. A vezetőedző kiemelte, többek között a támadásokban kell javítania a csapatnak. A statisztika is azt mutatta, hogy 28 ütést hibáztunk, vagyis az azt jelenti, hogy 15-et elütöttünk, és 11-szer megsáncoltak minket. Úgyhogy az 28 hiba százalék támadásba az ellenfél 9-hez képest. Szóval egy szettet adtunk csak abból az ellenfélnek, hogy elrontottuk az ütéseinket. És ebben még nem volt már nyitásrontás, hálóbaérés, ásszerválás, úgyhogy ezen kell javítanunk, hogy a támadásunk meglegyenek. Nyitásfogadásban hasonlóak voltunk, viszont egy idő után én azt gondolom, hogy a feladóknak is újat kellett nyújtani ahhoz, hogy egy ilyen fogadásból betámadtassa a labdát, de hát egyszerűen képtelenek voltunk beütni a labdákat. Bár közel voltak a csodához, végül hatalmas küzdelemben szenvedtek vereséget a fiatalok március 23-án. A pénzügyőr 3-2-re megnyerte a párharc utolsó felvonását, de a dunaújvárosi fiatalok tisztes helytállásról tettek tanúbizonyságot.